Ebben a kísérletben az EPE emulgáló hatását szeretném bizonyítani. Az EPE az egy emésztőnedv, amit a máj termel, és az EPE hólyagban tárolódik és sűrűsödik össze, és a táplálékunk összetételétől függően fog bekerülni a vékonybél kezdeti szakaszába, a patkóbélbe. Az EPE-nek a színét nagyon-nagyon-nagyon szépen lehet látni itt a kis főzőpohárban lévő epén. Ezt az epét sertésből nyertük, sertés epehólyagot kell felvágni, és a sertés epehólyagból kifolyó epét használjuk fel a kísérleteinkhez. A kémcsövekbe előre elkészítettünk víz és olaj rendszerét. Nagyon-nagyon szépen látszik, hogy nem elegyedik a két fázis egymással. Az alsó fázisban víz van, a felső fázisban olaj. Az oldhatóság alaptörvénye szerint ugye hasonló a hasonlóban oldódik, de a víz poláris, az olaj apoláris, és így nem elegyednek egymással, szépen látszik a fázis határ. Az epének az emésztésünkben az a szerepe, hogy a zsírokat apró cseppekre szétoszlatja, tudományos nevén emulgálja, és így végül is egy oldott fázisban tartja, és így a zsírbontó enzim könnyebben fog hatni, mert nagyobb felületen fogja tudni elvégezni a feladatát. A zsírbontó enzimet egyébként lipáznak hívjuk. Most, ha én ezt a vizes-olajos fázist összerázom, akkor látszik, hogy az olaj egyébként ennek a rázásnak a hatására is apró cseppekre oszlik, viszont az is látszik, hogy nagyon-nagyon könnyen, pillanatok alatt ezek a cseppek összeállnak, és visszakerülnek a sűrűség miatt a víz fölötti részbe, és külön fázist alkotnak. Az egyik kémcsőbe epét fogok tölteni, körülbelül legyen egy köbcentinyi epét. Nagyon-nagyon szépen látszik a színe, és látszik, ahogy ugye oldódik, átoldódik az olajos, és átoldódik a vizes fázison is. Most, ha én ezt összerázom, akkor a rázás eredményeképpen egy sárga színű rendszert kapok, amit ugye az epének az egyik anyaga, a hatóanyaga, az epe savak fogják megszínezni sárgára, bocsánat, nem epe savak, az epe festék fogja megszínezni sárgára, és az is látszik közelről, hogy az olaj nagyon apró, kis gyöngyszerű cseppek formájában van szétoszlatva ebben a rendszerben, és így nem válik olyan hamar szét az olajos fázis és a vizes fázis. Tehát itt vannak az apró cseppek. És ez az epének az emésztésben betöltött szerepe, ugyanis az epe egy olyan emésztőnedv, ami emésztőenzimet nem tartalmaz, de az epe savak emulgálják a zsírokat, és aktiválják a zsírbontó enzimet, a lipázt, ami így ki tudja fejteni a hatását. Tehát még egyszer szeretném megmutatni, hogy összeráztam, és már két fázisban van, és már is mennek vissza, és gyűlnek össze a tetején. Ezt összeráztam, és még mindig itt vannak apró kis cseppek formájában az olajcseppecskék. Tehát emulgálni azt jelenti, hogy szétoszlatni, apró cseppekre osztani a zsíros fázist a vizes fázisban. És a kísérletünkkel ezt tudtuk bemutatni.